Desszert túra, festőtábor Berekfürdőben, újra Tour de Hungary Karcagon, vádemelés a karcagi állatkínzó ügyében. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 16-án 18 óra 5 perckor. Édes szívem desszert túra az Alföld szívében címmel várta a média képviselőit az Alföld szíve térségi turisztikai egyesület Tiszafüredre, ahol a köles, az alföldi kamilla, a vadrizs, a homoktövis, a birspálinka hozzávalókból készített desszerteket mutattak be megyénk 8 éttermének cukrászai, szakácsai, Mautner Zsófia gasztroblogger irányításával. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, ezzel a gasztroturisztikai attrakciótól azt remélik, hogy segít megyénkben a turisztikai szezon meghosszabbításában. Mint turisztikai attrakció, mint egy gazdaság élénkítő és egy forgalom növelő, akár turisztikai szezon hosszabbító kínálat az magában a megyében milyen jelentőséggel bír, és azok a helyek, azok a vendéglátó egységek, vagy azok a séfek és cukrászok, akik ezt készítik, azok milyen együttműködésben érdekeltek ahhoz, hogy mindenki tudja mindenkinek a készítményét reklámozni. Egyrészt, másrészt pedig, hogy fejlődjenek, mind szakmailag, mind pedig a vendégforgalom generálását tekintve, hiszen nem elég egy süteménynek finomnak lennie, annak jól is kell kinézni, és nem elég jól is kinéznie, hanem megfelelő reklámot kell, és ha valamikor, akkor igazából most a pandémia után, a turizmus újraindulásakor kell leginkább a reklám, hiszen nem mindig van a tisztában azzal a vendégek, hogy melyik vendéglátó egység működik még, és melyik nem, melyik tudott újra nyitni, melyik tudott a nehézségeken újra lenni. Látjuk, hogy mind az energiárak, mind a szakképzett munkaerő jelenléte, mind pedig annak a színvonalnak a megtartása, ami nekünk ahhoz kell, hogy érdemi turizmusról és vendéglátásról tudjunk beszélni, az rendkívül erőfeszítéseket és mindenkelőtt együttműködést igényel a szektor szolgáltatóitól. A program erősíteni kívánja a vállalkozók közötti együttműködést, az egymás kínálatának megismerését is. Mindenki nyitott az újdonságra, bár nem mondom őszintén, hogy én úgy látom, hogy vannak olyan desszertek és vannak olyan főételek is, amiket ha újra gondolunk, akkor az eredeti jelentőségüket egy kicsit átértékelik, és talán egy új vendégkörnek szólnak inkább sem, mint a helyieknek. Nagyon érdekes volt a Szilvalekváros Ferdinánd, hiszen én karcagi vagyok, és kedvencem az egyik kedvenc desszertem a Ferdinánd, különösen a hagyományos tájjellegű karcagi ételek zárósoraként a Ferdinándot nagyon szívesen minden alkalommal nagyon szívesen fogyasztom, és egy érdekes kompozíciót szilvalekvárral töltve találhattam itt a kínálatban, ami engem is meglepett, hiszen már a mazsola is Isten káromlás a karcagiak szerint, nem, hogy a szilvalekvár, de érdeklődve várom, hogyha egy karcagi megkóstolja, akkor amellett, hogy persze az első az a meglepettség, de mi a második reakció, hogy adott esetben rendelne otthonra, készítene saját maga is így ilyen töltelékkel otthonra, vagy pedig már a diót, vagy akár a mazsolát is kihagyja, és csak az extra szűz karcagi Ferdinándhoz ragaszkodik. De ugyanez igaz egy birsalmás pitére, ami birspálinkával készül, hogy vajon a birspálinkának mennyire marad meg a testessége, zamata, mennyire fogja kiemelni a desszertet, vagy adott esetben mennyire fogja tetőzni, és feltenni a pontot az íre egy menüsor végén. És én azt is nézem, hogy ha valaki csak egy desszertet szeretne elfogyasztani, akkor például a vadrizs meg felmerül a fejében, hogy egy vadrizsből készült pudingos finomsággal, ami szilvalek, egy kis fanyar szilvalekvárral van spékelve, nekem nagyon ízlett, megmondom őszintén, hogy például ilyen zamatok, ilyen ízek, ezek feltkeltik a vendégek érdeklődését, hogy akár egy kávéra, egy sütemény mellé, egy kávéra csak úgy beülnek egy étterembe, vagy egy cukrászdába, hiszen nekünk nagyon fontos a vendégeknek az elégedettsége, de mellett az is nagyon fontos, hogy sikeres legyen az üzletmenet, és ehhez rengeteget kell dolgozni, rengeteg, és nagyon jó minőségű alapanyagot kell választani, abban nem lehet megalkudni. És hogyha látjuk, hogy hogyan emelkednek mostanában ezek a költségek, akkor mellé csak is olyan tisztességes üzletmenettel lehet megállni a helyét egy vállalkozásnak, ahol a vendég is elégedett. A desszerteket május 10-től az év végéig a 8 étterem
a Parkétterem, Berekfürdő, Mariska étterem, Tiszafüred, Aranylakat bisztró, Horváth kert vendéglő, Ferdinánd bisztró, Nimród bioszálloda és a Garden Hotel étlapon tartja. Ezt a desszerttúrát igazából 2 évvel ezelőtt találtuk ki, közben jött a Covid, közben jött az élet, és végre most állt össze minden úgy, hogy nagyon boldog vagyok, hogy az ötletből végül is megvalósult ez a program, ami ugye tényleg egy túra, egy javasolt útvonal, amiben a megye 8 legelhivatottabb étterme vesz részt, és ezeknek az éttermeknek a fantasztikusan tehetséges cukrászai kreálták meg ezt a 8 nagyon izgalmas desszertet, amit reméljük, hogy minél többen megkóstolnak majd. Mindegyikben a térség jellegzetes alapanyagait, tájjellegű gasztronómiai hagyományait használták fel a cukrászok, szakácsok, csak kicsit újra gondolva. Szerintem nagyon sokan nem tudják, hogy itt az Alföld szívében is mennyi olyan érdekes alapanyag van, ami tényleg helyi kötődésű. Például ugye nagyon szeretem mindig elmondani, hogy a vadrizs, ami Kisújszállásról nagy hagyománya van a termesztésének, az egyébként az a világon összesen 3 helyen terem, ebből az egyik Kisújszállás. Nagyon sokszor, hogyha valaki vásárol például egy csomag vadrizst, azt nagy valószínűséggel Kisújszállásról ment ki valahova, ott átcsomagolták, és úgy jött vissza. Akár a vadrizs, akár az én szívem csücske a kamilla, ami ugye itt a környék abszolút jellegzetes, az alföldi kamilla virágzat, az egy eredetvédett, EU-s eredetvédett jelenség és hungarikum, és nagyon sokféle módon lehet egyébként a kamillát azon túl is használni, aminként ismerjük, hogy gyógyítási célokra meg borogatásra, tehát kulinárisan is nagyon változatosan lehet vele dolgozni, vagy akár a homoktövis, vagy akár a köles, tehát hogy azt szerettük volna, hogy ezekben a desszertekben kicsit ezeket a hagyományos alapanyagokat is megmutassuk, de más új formában. A program a megye támogatásával valósul meg, azért, hogy az ide érkező vendégek a látnivalók mellett a gasztronómiai élményekkel is gazdagodhassanak minőségi alapanyagokból készült desszert elfogyasztásával. Mi mindannyian azt reméljük, hogy ez egy nagyon jó kezdet, és hogy ez a többek között annak is a kezdete, hogy a megye éttermei egy kicsit megismerkedjenek, barátkozzanak, van, aki még egymásnál nem járt, van, aki nem ismeri egymást, tehát nagyon jó lenne, hogy egy kicsi kis közösség, gasztronómiai közösség kialakulna itt a környéken, közösen gondolkoznának, hogyan lehetne itt még a régi elfeledett alapanyagokat újraéleszteni, kooperációk, közös vacsoraestek, szóval, hogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy itt egyfajta ilyen közösség kialakul, és egy gasztronómiai éttermi összetartás is elindult. A másik cél, hogy a desszert túra útvonalnak legyen egy olyan vonzereje, hogy a térséget is végigjárják az ideérkező vendégek, hogy megkóstolhassák a tiszafüredi kamillaszirupos rumbabát, a bereki jászkun kölestortát, a madarasi szilvalekváros Ferdinándot, a mezőtúri baklavát, a karcagi birsalmapálinkás pitét, a kisújszállási vadrizses tortácskát, a szolnoki habos islert és a szolnoki aranygömb homoktövist, mint az édes szívem desszert az Alföld szívében projekt desszertjét. A Berekfürdői Nemzetközi Nagykun festőtábor nyitásaként a Bod László Művelődési Házban nyílt meg Kopacz Mária író, festő, grafikus művész az Én kertem című kiállítása, majd a szép számú közönség megismerhette a művész Enyém az álmok birodalma című könyvét is. A művésztábor tagjait és a megjelent vendégeket, köztük dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőket, Huba Imrét, a megyei közgyűlés elnökét, Molnár János polgármester köszöntötte. S idézte fel az 1995-ben Körmendi Lajos író által elindított festőtábor múltját. Már a közel 140 művész járt a bereki táborban. Közülük ma is többen itt vannak és alkotnak. A Nemzetközi Művésztelep új művészeti vezetője Szakács Imre is köszöntötte a megjelenteket és a festőket, akik egy hétig alkotnak Berekfürdőben. A Kopacz Mária kiállítását, melynek különlegessége, hogy a művész maga készíti képeihez a keretet is, Lévai Anikó nyitotta meg. Megható gondolatait és a felolvasott örményverset a művész hálával és barátsággal köszönte meg. A műsorban közreműködött Kocsis Csaba előadó művész. Az Enyém az álmok birodalma című könyvet, amelyet a festőnő írt, férje Alföldi László, nyugalmazott kolozsvári főkonzul ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A Tour de Hungary eddigi legerősebb mezőnye rajtolt el idén. A második nap Karcagról indultak Hajdúszoboszlóra. Itt kérdeztük Szilasi László versenyigazgatót. Köszöntöm nézőinket, hamarosan lesz a rajt, és előtte Szilasi László versenyigazgatóval beszélgetünk.
mit szól ehhez a fogadtatáshoz? Gyönyörű idő van, árnyékos fák alatt lehet készülni. Igen, hát ugye sokat szóra vagyunk már Karcagon, és mindig nagyon szívélyesen fogadták a Tour-Dongri mezőnyét. Jó érzés visszatérni ezekbe a kisebb városokba is, ahol látjuk azt, hogy tényleg nagyon örülnek, hogy ide jön a verseny. Láttam például a gyerekeket a főtéren játszani különböző kerékpáros ügyességi játékokkal, és ez nem csak a versenyről szól, hanem arról is, hogy az egész várost egy picit megmozgassuk, és mindenki egy kicsit közelebb kerüljön a kerékpározáshoz ezen a napon. Mit kell tudni a mai Karcag-Hajdú-Szoboszló szakaszról? Hát ez egy teljesen sík szakasz, tényleg egy méter szint különbség nincs benne szinte. A szél viszont egészen felerősödött most a rajtnál, itt már érezzük, és ahogy kimegyünk majd a pusztába, mondjuk így, ott azért még jobban befolyásolhatja ez a verseny alakulását. Ugye a nagy szélben a mezőny könnyebben szét tud szakadni, de ettől függetlenül arra számítunk, hogy Hajdú-Szoboszlón egy nagy sprint hajrá következik majd, és hát a nagy csapatok is arra fognak úgymond játszani, hogy a sprintereiket meghozzák, szóval egy fantasztikus nagy hajrára készülünk ott a végén. Mit kell tudni a magyar versenyzőkről? Jelen pillanatban a fehér trikót, ami az összetetben élen álló magyar, vagy legjobban álló magyar versenyzőnek jelen, az Dina Márton viseli, úgyhogy tegnap szökésben volt, és a szökés közben tudott úgynevezett időjóváírásokat szerezni. Ennek megfelelően ő vette át ezt a fehér mezt. Tegnap nem volt különösebb probléma, azon kívül, hogy Filutás Viktor, a magyar bajnok, sajnos elesett 17 kilométerrel a cél előtt. A válla sérült meg, de törés nem történt, ezért a mai napon folytatni tudja a versenyt. A tegnapi napon Karl Ádám sprintelt a legjobban, a 17. helyen érkezett be. Én remélem, hogy ma még egy picit ezen akár javítani is tud majd a hajrában. Mit lehet tudni a mezőnyről? Nagyon erős mezőny, vagy a szokásosan erős mezőny, tehát mondjuk a korábbi évekhez képest? A Tour d'Hongrie valaha volt legerősebb mezőnye van itt nálunk, 11 World Tour csapat és 8 Pro csapat, ilyenre még sose volt példa. Egyébként ez nagyban köszönhető annak is, hogy a Giro d'Italia nagy rajtja itt volt. Tehát a csapatok tulajdonképpen itt tudták hagyni a felszerelésüket, és csak a versenyzőket és a stábot kellett kicserélni. Ez egy borzasztó nagy logisztikai segítség volt nekik, számunkra pedig azt eredményezte, hogy világsztárok jöttek el ide, az eddigi eléknél még nagyobb számban. Ilyenkor egy versenyigazgató nem nosztalgiázik a saját pályájára visszagondolva? De hát egy picit igen, de tulajdonképpen inkább arra gondolok, hogy ezeket a nagy neveket, amikor hétről hétre, hónapról hónapra tévében látjuk, akkor ugye mi is követjük a versenyeket, és csodáljuk őket, hogy mennyire fantasztikus teljesítményt nyújtanak, és azt, hogy most itt vannak velünk, ez egy egészen különleges élmény nekem versenyigazgatónak is. Dr. Fazekas Sándorral beszélgettünk itt a rajt után. Azt gondolom, mindenkinek nagy élmény volt ez a pár másodperc, míg elsaltolt a mezőny. Az év legnagyobb sportesemények Karcagon, sőt a nagy kúrságban is, azt hiszem, ez a kerékpáros körverseny, a Tour d'Hongrie, és én azt láttam, hogy rengetegen eljöttek. Tehát volt azért egy fölvezetése, beszélgetés volt, a versenyzők gyülekeztek, bemutatkozás, ilyen trépás figura, kiváló hangulat, fotózkodás, ami hozzátartozik, tehát egy majális hangulatot áraszt a program, és innentől már a tévén fogjuk majd követni azt, hogy merre haladnak, megküzdenek az alföldi forrósággal és a széllel is. Emelkedőkkel nem kell megküzdeni, nem kell megbirkózni, de itt más kihívások előtt állnak a biciklisek. És azért is jó ez a verseny, mert felhívja a figyelmet arra, hogy kerékpározni érdemes, a tája szép, ma már sok helyen van kerékpárút, a kirándulhelyek jól ki vannak építve, a látnivalókat meg lehet közelíteni, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy különösen a kerti munka elvégzése után, vagy annak a szünetében, meg a gyermekeket is, amikor most már közeledik a tanév vége, hogy éljünk a lehetőséggel, és menjünk minél többet kirándulni biciklivel. A város szempontjából mit jelent, hogy ismét innen rajtolt el a mezőny? Szerintem Karcagnak ez egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség. A félvilág figyeli a versenyt, és a táji szépségek, az épített környezet, a városok és falvak azok madártávlatból, illetve közvetlen közelről is láthatóak, és hát mutatják azt, hogy milyen szép Karcag. Ilyenkor egyébként a legszebb szerintem májusban, és milyen szép a mi vidékünk. Azért egy kérdést még szeretnék itt föltenni, hiszen nem hagyhatjuk ki, hogy kerékpározni fog-e most idén, hiszen minden évben több száz kilométert teker le. Ez idén meg lesz?
Hát én általában azt tűzöm ki célul, hogy 1000 kilométer a Kárpát-medencében vagy az Alföldön, a Covid azért korlátozta a mozgás, de azt tervezem, hogy most már néhány napon belül hozzákezdek. A célom az idén is 1000 kilométer, és hát az Alföld és a hegy egy jó arányban legyen benne, tehát olyan fele-fele arányban. Tavaly is voltunk több kiránduláson családtagokkal, és az idén is ez fog majd történni, de azért először itt a karcegi határban edzek, kellően kemény, rázós földutakon. F. Kovács Sándor képviselő úrral beszélgetünk. Fog-e kerékpározni? Most ugyan nem ment el a mezőnyel, de lesz a kerékpáros túra. Az a helyzet, aki látta ezeket a fiatalokat és ezeket a kerékpárokat, úgyhogy a teljes profizmus. Úgyhogy szemben is nehéz őket követni, de kerékpározni fogok vasárnap a családdal együtt, körbekerékpározzuk a Tisza-tavat, úgyhogy remélem jó idő lesz, jó hangulat, és hát egy nagyon jó kerékpáros program. Mint ahogy ez a mai is, csak ez a profiké és igazából az amatőröké a látvány, az is csodálatos. És mit szól ahhoz, hogy ismét Karcagról rajtoltak? Ez mit jelent a város szempontjából? Hát rendszerint Karcagról, hiszen a Covid miatt kimaradt egy kis idő, de ez már hozzátartozik Karcaghoz, és várjuk is, várja is a város ezt a rendezvényt, meg jó látni, hogy az Eurosporttól kezdve az M4 sportcsatornán közvetítik ezt a Tour de Hungary versenyt, és Karcag mindig benne van. És jó az, hogy innen Karcag főtéréről, amelyik egy csodálatos parkban van, innen indul a mezőny, egyre többen látják Karcagot, nem csak a birkafőző fesztiválról, nem csak a finom ételekről, a Ferdinándról, hanem most már a Tour de Hungary rajtjáról is Karcag jut az emberek eszébe. És hát azt is tudjuk, hogy nagyon sokan járnak kerékpárral, biciklivel munkába is, de csak úgy biciklire pattanak és kikerekeznek a Zárdorhídhoz, tehát azért elindult ez a turizmus is. Karcagon nagyon sokan kerékpároznak, hiszen nincs olyan család, hogy ne lenne kerékpár, vagy kerékpárral ne közlekedne valaki, és hát jó látni azt, hogy Karcagon nagyon sok kerékpárút megújult, folyamatban vannak akár a Kisújszállási út, a Madarasi út már kész is van, új kerékpárutak épültek, és nagyon jó, mert nagyon sok gépkocsi van, és a biztonságos közlekedés, mert úgy lehet kerékpározni, hogyha biztonságosan tudunk kerékpározni. A gyermekek úgy mennek el, az idősebbek, a családok is, és én azt gondolom, hogy Karcag egy kerékpár barát város. Nagyon sokan kerékpároznak, és hogyha megépül az összes kerékpárút, ami tervben van és felújul, akkor egy kerékpáros paradicsom lesz, itt élmény és öröm lesz Karcagon kerékpározni. Nem véletlenül, hogy a Tour de Hungary-nak a kerékpáros versenynek, a legnagyobb magyar kerékpáros versenynek a rajtja innen indul Karcagról. És hát álmodjunk nagyot, hiszen az sem lehetetlen, hogy esetleg 10 év múlva karcagi versenyzője is lesz a magyar csapatnak. Beszélgettük azt, és nagyon jó lenne, hiszen Magyarországon fellendül most a kerékpársport, hiszen a Giro d'Italia magyarországi szakasszal rendelkezik, a Tour de Hungary-nak nagyon sok versenyzője van külföldről, egyre jobb nemzetközi eredményeket érnek el már magyar kerékpárosok itt a túrakerékpározásban, és hát bízunk benne, hogy a sok fiatal kedvet kap, a körülmények jók lesznek, és akár 10-15 év múlva egy nagyon erős magyar csapat fog indulni a nemzetközi mezőnybe, és lesznek olyanok, akik a Tour de Hungary nem csak itt, hanem a Giro d'Italia, a franciaországi körversenyen a legjobbak között lesznek, és akkor büszkén szurkolunk nekik. Szepesi Tibor polgármester úr, arról beszélgettünk, hogy mit hoz a városnak ez a mai rajt, hiszen rengetegen nézték a televízión keresztül. Ugye fokozott figyelemmel kíséri, azt gondolom, hogy egész Magyarország, de talán mondhatom azt, hogy egész Európa, sőt az egész világ sportszerető közönsége, hiszen egy olyan sikeres Giro magyarországi szakaszai után vagyunk, amikor a Tour de Hungary teljes élő közvetítését nem csak a magyar televízió, az M4 Sport, hanem az Eurosport is összefoglalóként rögtön a nagy verseny után adja. Tehát egy olyan turisztikai és egy olyan marketing értéke van a Tour de Hungary-nak, amely azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt még csak álom volt a szervezők, illetve a résztvevők részére. Ma már ez a valóság, hiszen több millióan nézik magát a versenyt, és több millióan látták azt, hogy Karcagnak milyen gyönyörű főtere van, hogy milyen sokan itt vannak a rajtnál, mennyi érdeklődő van, milyen üdvrivalgással, visszaszámolással indultak el a versenyzők. Ez mind-mind azt jelentheti, és bízom abban, hogy jelenti is, hogy nagyon sokan fognak Karcag után érdeklődni turisztikai szempontból.
És így beszéltük az előbb képviselővel is a kerékpáros úthálózat fejlesztését, és én azt kérdeztem tőle, hogy mit szólna ahhoz, hogy 10-15 év múlva esetleg Karcagi is lenne a magyar csapatban, hiszen lehet, hogy éppen most kapott kedvet valamelyik diák. Igen, ezt verseny előtt beszélgettünk a főszervezőkkel és néhány kerékpáros szakemberrel, hiszen nagyon nagy feladat az, hogy kihasználva azt a média hátteret, azt az érdeklődést, amely ezeket a versenyeket kíséri, föl kell építeni egy olyan utánpótlás bázist egész Magyarországon, amely a kerékpár sportot megalapozza. Nagyon jó versenyzőink voltak, nagyon jó versenyzőink vannak, hiszen itt is nagyon, nagyon sikeres és eredményes magyar versenyzők álltak rajthoz. A Giro d'Italián is ott van a három magyar versenyző, és nagyon jól szerepelnek. Tehát erre lehet alapozni azt, hogy egy olyan utánpótlás bázist tudjunk kiépíteni, amely meghatározója lesz a jövő kerékpársportjának. Ugye Karcagon is voltak nagyon jó versenyzők, föl kell éleszteni ezt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy nyilván azzal a szponzori háttérrel, azzal a kormányzati háttérrel ki lehet használni ezt a potenciált, és nagyon jó eredményeket lehet elérni kerékpársportágban. Reméljük akkor, hogy majd erről is beszélünk, viszont szeretném Öntől is megkérdezni, hogy fog-e kerékpározni a nyáron? Természetesen, hogy ez minden évben benne van a programban, de azt gondolom, hogy egy karcaginak nem csak a nyáron kerékpározik, hiszen olyan kerékpáros infrastruktúra fejlesztés van a városban is, amely egyre inkább arra ösztönözhet mindenkit, hogy vegye elő a kerékpárját, és egyrészt azért, mert egészséges használni, másrészt azért, mert lehet, hogy sokkal gyorsabban el lehet jutni egyik pontból a másikba, sokkal könnyebb parkolót találni egy kerékpárnak, mint mondjuk egy piaci napon kocsival elmenni répát venni a piacra. Tehát én azt gondolom, hogy mindennapos használat Karcagon a kerékpár. Én is törekedni fogok arra, hogy minél többet tudjak kerékpározni. Akkor jó kerékpározást kívánok önnek, és azt, amit elmondottan is, hogy ez a rengeteg néző, aki most a tévén keresztül nézte Karcagot, érkezzen utána ide turistaként is. Így van, én nagyon bízom abban, hogy meghoztuk a kedvet nagyon sok televízió nézőnek, és utána itt Karcagon turistaként, látogatóként, áthaladóként egy picit megállni, akár a fürdőben, akár egy kicsit kerékpározni, hiszen el lehet jutni az Ádorhídtól kezdve azokhoz a természeti értékekhez, amelyet egyébként is szeretnénk megmutatni. Most már ehhez azért van, én azt gondolom, megfelelő kerékpáros hálózat bent a városban, illetve a Tiszató irányába is. Ugye fejlesztjük az Ádorhídnak a megközelítési lehetőségét, de akár a pumpapályát ki lehet próbálni, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meg tudunk mutatni. Elvágatta az ebek hangszálait, hogy a szomszédokat ne zavarja a szaporító telepről kiszűrődő csaholás. A karcagi járási ügyészség vádat emelt egy 32 éves férfi ellen állott kínzás büntette miatt. Az ebb szaporításból élő karcagi férfi 148 kutyát tartott kisméretű kennelekben, megfelelő táplálék és orvosi ellátás nélkül. A vádlott az állomány felének elvágatta a hangszálat azért, hogy a szomszédok ne vegyék észre, milyen sok kutyát tart. A vádirat szerint a férfi 2020 őszén Karcagon két családi ház udvarán összesen 148 kutyát tartott tárolóhelyiségekben és ólakban a szaporolat eladása céljából. A sötét szűkös kenelekben rossz hűtőszekrények, hűtőládák szolgáltak az alultáplált szomjaztatott ebek pihenő és fekhelyéül. A korlátozott mozgási lehetőségek miatt a felnőtt állatok karmai túlnőttek, az alom és a rendszeres takarítás hiánya folytán az ebek szőrzete rendkívül szennyezett volt, sokuk mancsát felmarta a vizelet és az ürülék. A nagyfokú elhanyagoltság a zsúfolt tartás következtében 46 ebnél viselkedés zavar alakult ki. A méltatlan tartási körülményeken túl a férfi a szükséges orvosi ellátást sem biztosította a megélhetését szolgáló állatoknak. Ennek következtében több mint az állomány fele bőrbetegségekben, fogénybetegségben, valamint hallójáratgyulladásban szenvedett. Közülük 6 ebnél visszafordíthatatlan egészségkárosodás is kialakult, amelyet az idejében biztosított állatorvosi ellátás megelőzhetett volna. A szaborító telepet működtető férfi igyekezett leplezni a környezete előtt, hogy milyen nagy állományt nevel, ezért megbízást adott egy másik férfinek arra, hogy a folyton csaholó kutyák hangszálait vágja el. A vádlott által megbízott ismeretlen férfi 2018 és 2020 között összesen 70 állat hangszálait távolította el altatásban.
Az ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság börtönben letöltendő szabadságvesztés szabjon ki a vádlottal szemben, és tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától. Az ügyészi indítvány alapján a férfire, amennyiben beismeri tettét, 1 év 6 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés jár. Az ügyben a karcagi járásbíróság dönt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!